Jól sikerült a fest. Újra síró. Igen. Kezdjük is egy jó hírrel, hiszen ismételten lehet koncertezni. Ti is egy koncerttel készültök hamarosan, mégpedig Budapesten. Meséljetek erről egy kicsit. Hát igazából nagyon várjuk ezt a koncertet, és azt is nagyon vártuk, hogy újra színpadon legyünk. Ez Pesten lesz a Barbanegrában, július 4-én. Július 4-én este 7 órától fogunk játszani, az Aurora előzenekaraként, szóval a pesti és a nyíregyházi ismerőseinket, barátainkat, és toltuk a rajongókat is várjuk sok szeretettel, mert befűtjük a... Hát nem is nem terem lesz, mert ugye szabad tér, de felfűtjük a színpadot mindenképpen. De egyébként az az érdekesség, hogy ugye korlátozott számban lehet jegyet venni, igen. 500. 500 fő, ugye igen, 500 fő a limit, ebben már ugye benne van a technikai személyzet és a zenekarok is. Kapkodjátok magatokat, mert fogytán van a jegy. Meséljetek kicsit, milyen tortuk a dalokat hallhatunk majd a koncerten? Igazából az új dalokból bemutatunk kettőt, a kettő fog debütálni ezen a bulin, aztán szépen lassan a régi dalokat is eljátszogatjuk majd. Ugye a Tapsai és Tátok lemezről, ami tavaly jelent meg. Van a Tapsai és Tátokról mondjuk kedvenc dalotok, amit legjobban szerettek játszani? Hát igazából szerintem ez ilyen óránként változik, mert mindig dal valamiért tök közel egyébként hozzánk. Talán van egy-kettő olyan, amit nem is játszunk, talán nem is játszottunk még élőben, ez egy kicsit ilyen távolabbi, de valószínűleg azok is elő fognak kerülni, mert azokat is szeretjük. Hogy készültek a pesti koncertre? Egy teljesen új műsor lesz egyébként, de megmarad tortugás, kettő új dal lesz, úgyhogy ezeket gyúrjuk most éppen itt is vagyunk a próbateremben, úgyhogy ma is egy ilyen program lesz. Amúgy igen, elkészült az új EP-nk, és ennek majd augusztus végén lesz a debütálása. Nem tudjuk, hogy még milyen névvel fog kijönni, de alakul. Most itt vagyunk a próbatervetekben, ahol elképesztő hangulat szokott lenni. Meséljetek kicsit, milyen egy tortuga próba? Hát ettől egy kicsit oldottabb, mint amilyenek most mi vagyunk, de nézzük meg egyébként. Én itt szoktam lenni. Kérlek. Ábelnak itt vannak a cuccai, ez, hogyha a kameramen is odafordítja a kamerát, akkor itt próbál. Ábel, itt az én cuccom, igazából nagyon otthonos kis... terem ez, mint láthatjátok. Amúgy ez egy stúdió volt régebben, aztán átalakult tortuga lakká. Mióta vagytok itt? Hát egészen pontosan 10 perce. Mióta? Sok? 7 éve? Kb. Hát igen, amúgy úgy kezdődött, hogy egy faraktár volt ez a... Bocsánat. Pecu. 10 éve. 10 éve. Éve, ja. Egy pecuból indult, faraktár volt, aztán szépen lassan kialakult. Van ilyen nagyon extra élményetek innen, ami mondjuk dal itt született is, hatalmas élmény volt, hogy visszatudtok rá emlékezni? Sok dal született itt. Igazából itt íródnak a tortuga lemezek. Itt csináltuk a legújabbat is. Ábel meg Milán szokta ezeket otthon összepakolgatni. Aztán itt rakjuk össze. Figyeljetek! Az elmúlt hetekben stúdióba vonultatok, és már készülnek az új dalok. Meséljetek egy kicsit erről. Hát igazából 11 számot készülünk felvenni, 3-at már el is készítettünk. Megmaradtak ugyanazok a elemek, amik vonatkozóak a zenekarra, egy ilyen bulizósabb, rock'n'rollosabb dalok, de lesz egy kicsit lírikusabb, érzelgősebb dal is. Megmutatjuk egy kicsit az érzelmesebb oldalunkat is. Hát igen, egyébként a szövegek annyiba változtak, hogy megvan ugye ez a bulizós vonal, de most kicsit ilyen nehezebb vizekre is evezünk. Jobban előtérbe kerülnek így a veszteségek, esetleg így a... Hát maga ez az egész ilyen instavilágos dolog, ami miatt vannak ezek a feszültségek az emberben, ez a kettősség, és igazából ez így eléggé ki fog jönni az új dologban is. Hogyan írottak ezek az új dolog? Ha jól tudom, elvonultatok egy kis időre a hegyekbe, ott is inspirációt gyűjtöttetek?
így is lehet mondani az inspirációt. Igazából volt az inspirációkat átvittük, kicsit felszabadítottuk, és akkor ebből jöttek a dalok egyébként. Voltak régebbi ötletek is, és akkor így valahogy így ezt egy ilyen új köntös találtunk, ott inkább így mondanám. Pontosan úgy így van. Meg annyit szerettem volna még elmondani, hogy így most kezdjük el érezni így a zenei világunkon, hogy kezdünk rátalálni, hogy mi az igazi stílusunk. Az első lemez az még az is a mi saját gyerekeink, úgymond, de szerintünk ezek egyre jobb számok lesznek, mert tényleg megtaláltuk azt, hogy milyenek is vagyunk mi valójában, így zeneileg kezdünk rátalálni saját magunkra. Hogy néz ki nálatok mondjuk egy olyan próba, amikor a dalokat próbáljátok összerakni, akár szövegileg, zeneileg? Bejön kell, felhangosítja a basszusgitárt, és nem lehet hallani semmit egész próba. Így körülbelül így néz ki. Egyébként mindegyik más, tehát valamikor például éppen én meg Milán leülünk, kitaláljuk, de valami mondjuk Ákossal vagy Sankával nézzük meg, igazából össze-vissza van tényleg. A szövegek igazából azt általában magamban kitalálgatom, de aztán rá kell passzítani a zenére, mert van néha, hogy kicsit így túl gondolom a mondani valót, és ott így ütemileg nem mindig jó, de egyébként itt tényleg össze-vissza. Tehát vannak ilyen alapötletek, aztán leülünk, megnézzük, és a végén nyilván mindenki beleteszi, amit szeretne. Mennyire tudtok sokat próbálni? Hát most egyre többet. Ugye, hogy volt ez a koncert stop, és emiatt egy kicsit visszaszorult a próbálás, inkább arra figyeltünk, hogy új dalokat csináljunk. De az az igazság, hogy most, hogy koncert lesz, muszáj. Most itt tényleg állandóan próbálunk, tehát így minden nap kb. Meg oda kell munkat tenni, nem akarunk csalódást okozni, sem magunknak, sem a közönségnek. És akkor most már több fix tervetek van a nyárra, hogy fog kinézni az elkövetkezendő időszak számotokra? Koncertekkel fog megtelni a naptár, meg folytatjuk ugye a lemeznek a felvételeit, mert ahogy mondtam, még csak 3 dalt készítettünk el a 11-ből, szóval folyamatosan fogunk járni stúdiózni is, koncertezni is, meg mellette ugye sajnos dolgozni is, ezért igazából a hátránya csak annyi az egésznek, hogy fáradtak szoktunk lenni, mire ideérünk, de megpróbálunk belerakni anyai tapait, hogy 100%-osan felkészüljünk a koncertekre és a nyárra. Ti lettetek az év felfedezettje a dal idei versenyében, döntőjében. Kicsit meséljetek arról, hogy hogy fog zajlani a díj átvétele. Nem tudjuk, hogy fog zajlani a díj átvétele. Igazából meghívtak minket a Strandfesztiválra, ami augusztus 18-án kezdődik, és ugye ez a 0. napon lesz az a díjátadó, és akkor hát igazából meghívtak minket, nagyon szívesen fogadtuk a meginvitálást, és végre a kezünkbe foghatjuk majd a Petőfi zenei díjat, amit már jelképesen, de átvettünk a dalba, és el is töltük egyszer már.